Tisztelt Országgyűlés, először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az LMP-nek a kezdeményezésért. Nagyon örülök neki, hogy erről a témáról itt tudunk beszélgetni. Nagyon boldog vagyok, de még mielőtt a mondandómra rátérnék, engedjenek meg, hogy egy megjegyzést hagyj tegyek a legelejére. Ugye ez a mai vita itt közöttünk a vidékfejlesztésről szól, de ne felejtsük el, hogy a mi történelmünknek van egy hagyománya, egy sajnálatos hagyománya, amely a főváros és vidék közötti ellentét, ami szerintem nem jó. Nem jó, mert egymás ellen hangolja a fővárost a vidéken élőkkel, és én ennek a vitának itt a legelején arra kérem magamat, magunkat, hogy ezt az ellentétet itt ne élezzük tovább, hiszen a fővárosnak szüksége van a vidékre, a vidéknek pedig szüksége van a fővárosra. Én nem tudok elképzelni olyan sikeres Magyarországot, ahol a főváros sikeres, de a vidék sikertelen, és fordítva sem tudom elképzelni, akkor sem lehet sikeres Magyarország, hogyha a vidék sikeres és a főváros sikertelen. Tehát egymásra vagyunk utalva. Fővárosban élők, vidéken élők, én vidékről származom, de jó ideje már a fővárosban élek. Én azt gondolom, hogy mindenhol tisztességes magyar embereket kell képviselni, mindenhol tisztességes magyar embereket kell támogatni, fővárosban és vidékben, vidéken egyaránt. A vidékre rátérve, hiszen a mai vita mégiscsak a vidékről szól, történelmi közhelyünk már, hogy amikor a magyarság bajban volt, akkor mindig a vidék jelentette a megmaradásunknak a forrását. Hogyha pusztul a vidék, akkor pusztul a magyarság, hogyha kiürül vagy eltűnik a vidék, akkor kiürül és eltűnik a magyarság. Tehát ez a téma, amiről most mi ma itt vitát folytatunk, egy nagyon aktuális és nagyon súlyos téma. És az én első állításom az az, hogy a rendszerváltozásnak a vidék talán a legnagyobb vesztese volt. Számtalan adatot, számtalan számot lehetne felsorolni, bizonyára önök is ismerik azt, amivel kezdeni szeretném. Időről időre elvégzik az Európai Unióban a regionális, régió közötti versenyképességi rangsornak a felállítását, ugye 263 uniós régió között. És ha megnézzük a 7 magyar régiót, akkor azt látjuk, hogy a közép-magyarországi budapesti régiót leszámítva a másik 6 régió a 200-as szám után szerepel ebben a 263-as rangsorban. Közép-Dunántúl 205-dik, Nyugat-Dunántúl 207-dik, pedig ugye ezek a magyar viszonylatban még erősebb régióknak számítanak, és utána jön a nagyon, nagyon komoly leszakadás. Délalföld 224-dik, Dél-Dunántúl 227-dik, Észak-Magyarország a 231-dik és Észak-Alföld a 232-dik ebből a 263 uniós régióból. Ezek riasztó számok, tisztelt képviselőtársaim. Na, megnézzük például a közmunkások elhelyezkedését, számarányát országos viszonylatban, akkor azt látjuk, hogy pontosan ezekben a régiókban a közmunkának a számaránya magasabb, mint az ország szerencsésebb pontjain, ami azt mutatja, hogy a versenyszférától való állandó, tartós leszakadás az itt ezeken a területeken sajnos életpálya modellé vált. A beruházások egylakosra jutó értékét Budapesten a legutóbbi felmérés szerint 406 ezer forintra lehet mérni. Ha megnézzük Baranya megyét, ott mindez csupán 80 ezer forint, egy ötöde a budapesti értéknek, Szabolcsban már csak 70 ezer, és Nógrádban már csak 57 ezer, vagyis egy nyolcada a budapesti értéknek. De hogy mondjak egy másik adatot, az egylakosra jutó építőipari termelés Budapesten 149 ezer forint, Nógrádban mindössze 15 ezer forint, tehát a tizede mindössze a főváros adatainak. Ahogy mondtam, ezek az adatok még folytathatóak lennének, én nem teszem meg, hiszen lényegében ezt megtette helyettem Lázár János miniszter is, akinek a felszólalása a kormány részéről sokkal inkább volt kétségbeesett segélykiáltás, mint kormányzati propaganda. Ő maga is riasztó adatokat, számokat sorolt, talán elmaradt a Rogán Antallal való egyeztetése, a propaganda miniszter nem segítette ki őt valószínűleg pozitívabb hangvételű beszéddel. De visszatérve a témára, nyugodtan állíthatjuk azt sajnos, hogy hiányoznak a biztonságos, élhető élethez szükséges alapfeltételek vidéken. Az iskolai egészségügyi ellátáshoz való hozzáférhetőség, a tisztességes versenyképes béreket fizetni képes munkahelyek, sok esetben még a közművek is a 21. században, a közlekedés, az infrastruktúra, a postai szolgáltatás nem felfelé, hanem lefelé épül sajnos. Nagyon komoly az intézményi hiány, a kulturális élet lehetősége vidéken egyre inkább a nullával kezd összeérni, hallgatva itt persze a KDNP-nek néhány pozitív megnyilatkozását, de higgyel nekem, képviselő úr, sajnos azért a vidéki kulturális élet nem az ön által említett orgonaversenyeknek a gyakoriságáról szól sajnos. A terület alapú támogatásoknak a kérdése is ugye, ez egy olyan uniós fejlesztési lehetőség volna, ami arra szolgálna, hogy helyben tartsa, otthon tartsa, a vidéken tartsa az embereket, de a területi alapú támogatási rendszer ehelyett a feladata vagy célja helyett sajnos a zöld bárók érdemtelen meggazdagodását segítette az elmúlt időszakban.
Azért fontos ezeket a nehéz és súlyos adatokat itt, és ezeket a tényeket, mert ezek tények, ezek nem a Jobbik véleménye, ezek tények, amikről itt beszéltem. Azért fontos ezeket megemlíteni, mert a jelenleg kormányzó kormánykoalíció, a Fidesz-KDNP 2010-ben és 2014-ben is a vidéknek köszönhette a választási győzelmét, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt önök nem hálálták meg. Még az első ciklusban született egy nemzeti vidékstratégia 2012-2020, ami a vidék alkotmánya lehetett volna, és hagyd mondjam el, hogy abban nagyon sok olyan pont és nagyon sok olyan gondolat volt, amit akár a jobbikosok, mi magunk is szívesen támogattunk volna. Sőt, akkoriban még ugye Ángyál József neve egyfajta garanciát is jelentett a változásra, a vidékfejlesztés valódi megerősítésére. Aztán elteltek az évek, és mi történt? Ángyál Józsefet ugye száműzték a kormányból, a nemzeti vidékstratégia fiók mélyére került, a vidékfejlesztés pedig elmaradt. Sőt, 2014-ben a vidékfejlesztési minisztérium is megszűnt, ugye földművelésügyi minisztériummá változtatták a nevét, és a vidékfejlesztés pedig, ahelyett, hogy integrált része lenne a kormányzásuknak, dekoncentrálták és szétdobálták az államigazgatás különféle pontjain, amit lehetne persze magyarázni valamilyen strukturális reformmal, de sajnos az kell, hogy az a gyanú ébredt fel az emberben, hogy ennek csupán az lehetett a célja, hogy a vidékfejlesztés során ellopható forrásokat a lehető legjobban elrejtsék. Így vált a vidékfejlesztés a korrupció melegágyává sajnos, és így vált a vidékfejlesztés vidékpusztítássá. Különösen súlyossá teszi a helyzetet egyébként, hogy a kormányban is erős emberek, a már említett Lázár János miniszter rendszeresen vívja a csatáit Tarlós István főpolgármesterrel, sőt ugye Rogán Antal minisztertársával is. De nem akarom folytatni ezt a sort, mi lehet a megoldás? A megoldásokról a képviselő társaim részletesen fognak majd beszámolni a rendelkezésünkre álló időkeret során. Én engedjék meg, hogy csupán két dolgot megemlítsek, ami időkeretben rendelkezésemre áll. Az egyik, ha Jobbik 2018-ban megnyeri a választásokat, már pedig megfogja, akkor egy országfejlesztési térképet fog a kormányzásának alapjául készíteni. Ez az országfejlesztési térkép pedig arról szólna, hogy az ország legkisebb térségeinek adottságait, feltételeit, lehetőségeit is felmérve előttünk álljon egy olyan útjelző, egy olyan térkép, amely a hosszú távú gazdaságfejlesztési, vagy akár vidékfejlesztési stratégiát is irányba tereli. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos önöknek a gazdaságfejlesztési vagy akár vidékfejlesztési stratégiájából nagyon hiányzik egy ilyen koncepció. Amit önök folytatnak, az egy ilyen spáhi gazdálkodás, minél gyorsabban, minél többet kirabolni a vidékből. A másik pedig, amit javasolni szeretnék és kérném ebben a támogatásokat, ez a béruniós javaslatunk, hiszen ahhoz, hogy a vidék megmaradjon, versenyképes európai bérekre van szükség. Akár a közszférában dolgozóknak, akár a kis és középes vállalkozásoknál dolgozóknak, akár a multinacionális cégeknél dolgozóknak. Ma erről már beszéltem, én kérem önöket, hogy legyenek képesek kilépni a pártpolitikai kényszerzubbonyaikból, támogassák a bérunió javaslatát, és ne csupán azt, hogy a magyar bérek fölzárkózzanak a nyugat-európai bérekhez, hanem azt is, hogy az országon belüli bérkülönbségek, amik ugye a vidék rovására megmutatkoznak, megszűnjönnek és felzárkózhassanak a vidéki bérek, legalább a magyarországi városok, nagyvárosok vagy nyugati bérszínvonal tekintetében. Úgyhogy én arra kérem önöket, hogy ebben a mai vitában igyekezzünk a lehető legtöbb konstruktív pontot, közös pontot és közös ügyet megtalálni. Szeretném jelezni önöknek, hogy a vidékfejlesztés a Jobbik számára nem pártpolitikai kérdés, hanem nemzeti sorskérdés. Ezért, ha bárkinek olyan javaslata lesz bármelyik párt részéről, amit mi jónak találunk, és az ország, a nemzet, a nép szempontjából üdvösnek, akkor azt támogatni fogjuk, hiszen a mi filozófiánk mindig is az volt, nem azt kell nézni, hogy honnan érkezik a javaslat, hanem azt, hogy az jó a magyarságnak. Mi eképpen állunk ehhez a vitához, és arra kérem önöket, hogy önök is így álljanak hozzá. Köszönöm szépen.